A Templomhegy felől érkezett merénylők öltek meg két izraeli rendőrt július 14-én a jeruzsálemi óváros egyik bejáratánál, az oroszlános kapunál. Azóta nem nyugszanak a kedélyek a Templomhegy körül. Az izraeli hatóságok szerint a támadók csak a Templomhegyet felügyelő muszlim vakf hatóság együttműködésével csempészhették fel fegyvereiket a területre. Bár több izraeli politikus is a vakf eltávolítását követelte, Benjamin Netanyahu még a merénylet napján igyekezett megnyugtatni a kedélyeket, hogy a status quo nem változtatnak. A biztonsági intézkedéseken azonban igen, fémdetektor kapukat állítottak fel a Templomhegy bejáratainál. Az intézkedés hatalmas felháborodást váltott ki a muszlim vezetők és a palesztinok körében. A július 14-i támadásról már szó sem esett. Mindenki az izraeli agresszióról, a muszlimok hitgyakorlásának akadályozásáról beszélt. Mahmud Abbas azzal vádolta meg Izraelt, hogy vallásháborút indítottak, és minden biztonsági megállapodásukat felmondta. A palesztinok sorozatos utcai tüntetésekbe kezdtek, tömegesen imádkoztak a jeruzsálemi óváros körüli utcákon és tereken. Nem sokkal később azonban itt és Cisjordániában is elmérgesedett a helyzet. Az izraeli rendőrséggel való összecsapásokban három palesztin tüntető életét vesztette. A terror is folytatódott, pontosan egy héttel a Templomhegy bejáratánál történt támadást követően brutális késelés áldozata lett egy zsidó család a szombat beköszöntét ünneplő vacsorájuk közben egy Ramallah menti faluban. Az izraeli ENSZ nagykövet beszámolója szerint a fiatal palesztin támadó Al-Aqsa Hív felkiáltással késelte halálra az ortodox zsidó család három tagját, mielőtt a szomszédjuk ártalmatlanítani tudta. Az izraeli hatóságok igyekeztek megoldást találni a helyzetre. Kedreggelre minden kaput eltávolítottak, helyettük okos kamerákat szereltek fel a Templomhegy bejáratainál és magán a területen is, így minden fizikai akadály elhárult a muszlim hívők feljutása és imádkozása elől. A jeruzsálemi főmufti ennek ellenére továbbra is az utcákon tervezi levezetni a muszlimok napi imáit. Minden palesztin embernek azt üzenjük, hogy folytassák az Al-Aqsába vezető kapuknál, Jeruzsálem terein és utcáin az imáikat, míg úgy nem döntünk, hogy újra belépünk az Al-Aqsa mecsetbe, nyilatkozta a vallási vezető. A Templomhegy körüli feszültséggel egy időben Izrael súlyos diplomáciai incidensbe keveredett Jordániával is. Egy palesztin származású jordániai munkás ugyanis rátámadt egy izraeli biztonsági őrre az Ammani nagykövetség területén. Az őr önvédelemből lelőtte a támadót és egy másik jordániai férfit. Bár az izraeli hatóságok már a támadást követően haza akarták vinni a megtámadott biztonsági őrt, a jordániai hatóságok először megtagadták a kiadatását. Bár ezt egyik fél sem mondta ki, több forrás szerint is a templomhegyi fémdetektor kapuk leszereléséhez köthető, hogy végül a férfi és a nagykövetség teljes személyzete hazatérhetett Izraelbe. A szokásos nyári uborka szezon helyett csúcsra járatják az amerikai bel- és külpolitikai életet. Donald Trump elvesztette az amerikai szenátus republikánus tagjaival vívott szélmalomharcot, miután pár napja elbukott az Obamacare visszavonási kísérlete. Így egyelőre nem tudta betartani egyik ikonikus választási ígéretét, az Obamacare felszámolását és egy új egészségbiztosítási törvény elfogadását. A szavazást egyébként kaotikus körülmények, tiltakozások és bekiabálások közepette tartották meg. Hasonló indulatok uralkodnak több amerikai nagyváros utcáin is Donald Trump egy másik terve miatt. Az amerikai elnök szerdán a Twitteren jelentette be, hogy eltiltaná a transzneműeket a katonai szolgálattól. Hadseregünknek döntő erejű és elsöprő győzelemre kell összpontosítania, és nem terhelhető azokkal a hatalmas egészségügyi költségekkel és zavarral, amelyeket a transzneműek szolgálata jelentene, áll Trump bejelentésében, amit katonai szakértőkkel és tisztekkel folytatott konzultációk után hozott meg. Egyes adatok szerint az amerikai hadseregben jelenleg mintegy 4000 katona vállalja nyíltan transzneműségét. Számuk Obama elnöksége alatt növekedett meg drasztikusan. A Fehérház közlése szerint a törvénytervezet részleteit a Pentagonnal együtt fogják kidolgozni. A törvény ellen tiltakozók azt ígérik, ellenállási mozgalmat szerveznek és az elnök elmozdítását követelik.
Az Egyesült Államok kormánya nem csak belföldön áll nyomás alatt, az oroszok nemtetszését is kivívta. A képviselőház ugyanis elsöprő többséggel 419 igen és 3 nem szavazattal fogadta el az Oroszország ellen bevezetendő új szankciókról szóló törvénytervezetet. A Kreml mindaddig nem tervez válaszlépéseket, míg a szankciók törvényerőre nem emelkednek. A törvényt ugyanis még a szenátusnak is meg kell szavaznia, de nemtetszésüket már így is kifejezték. Ez egy meglehetősen szomorú hír az amerikai-orosz kapcsolatokra és azok jövőbeni fejlődésére nézve, de a nemzetközi jog és a nemzetközi kereskedelem szempontjából is, jelentette ki a Kreml szóvivője, aki szerint a szankciókra a végső választ maga Vlagyimir Putyin fogja meghatározni. Sikerélményt jelenthetett ugyanakkor az amerikai elnök számára, hogy egy tajvani óriás cég, a többek között az Apple okostelefonok alkatrészeit is gyártó Foxconn úgy döntött, a 10 milliárd dolláros beruházással járó új gyárát Wisconsinban építi fel. Donald Trump beiktatása óta rendszeresen egyeztet személyesen külföldi vállalatvezetőkkel annak érdekében, hogy az Egyesült Államokba vonzza új beruházásaikat. Az elnök személyes sikerként könyvelte el, hogy a közbenjárásával 3000, hosszabb távon pedig akár 13000 új munkahely is létrejöhet a Foxconn gyár megépítésével. Romokban elmoszul, miután az iraki hadsereg és szövetségesei 9 hónapig küzdöttek a felszabadításáért. A nyugati városrészt csak 2 hete foglalták vissza az iszlám államtól. Az elmúlt héten egységeink megkezdték a terület aknamentesítését és az esetleg ott maradt dzsihadisták felkutatását, mondta a szövetségi rendőrség egyik parancsnoka. A hadműveletet tavaly októberben indították. A város keleti feléből már évelején kiűzték a terroristákat. A nyugati oldalon még sok időbe telhet a károk és a közműhálózat helyreállítása. Senki nem maradt ezen a környéken. Nincs vezetékes víz, tartályokat kell szereznünk. Ha lenne víz vagy áram, mindenki hazatérne, de mivel nincs, csak kevesen jöttek vissza, mondta egy Moszulban élő férfi. Mióta a város nyugati részét is felszabadították, többen visszatértek holmiukért, de sokan inkább a keleti oldalon próbálnak letelepedni. Voltak, akik az ostrom idején el sem tudtak menekülni. Az iszlám állam felgyújtotta a házunkat. Nem tudtam elszökni, mert lelőttek volna, nem kegyelmeztek senkinek. Egy egész hónapon át a pincében bujkáltam, még a kerti ajtó közelébe sem mentem, mondta egy másik helyi lakos. A városban az élelmiszerhiány is nagy problémát jelent. Az ENSZ világélelmezési programja szerint családok ezreinek kellett sürgősen élelmiszert juttatni, hogy ne haljanak éhen. Szinte nyomát sem látni Pacsuban a koreai háborúnak. Akkoriban heves harcok dúltak a városban, amely azóta népszerű turista célpont lett. Az ide látogatókat bevásárló központok és éttermek várják egy szöges dróttal határolt autópálya mentén. Úgy gondolom, hogy Észak-Korea csak provokál minket, de nem áll szándékában veszélybe sodorni. Nem érzem, hogy fenyegetnének, mondta ez a férfi. Itt található Dél-Korea egyetlen olyan temetője, ahol ellenséges, vagyis észak-koreai és kínai katonák hamvai nyugszanak. Az előző évtizedben sokan látogattak el a közeli Panmunjomba, hogy észak-koreai katonákat lássanak és szuveníreket vegyenek. Ha akarnak, messzebbre is tudnak rakétákat lőni, szóval nem hiszem, hogy a közelségünk akkora probléma lenne. Szerintem biztonságban vagyunk, mondta egy másik férfi. A két Koreát elválasztó Imjin folyótól délre egy faluban többen bunkereket építettek a 70-es évek elején. Egy fegyveres összecsapás során ugyanis az észak-koreaiak lövései többeket megsebesítettek. Ez a férfi 7 családtagját is el tudja bújtatni, ha kell. Hajnalig repkedtek a golyók és aggódtam, ezért építettem ezt a bunkert. A kézi fegyverekkel szemben teljes biztonságot nyújt, mondta a férfi. A diktatórikus Észak-Korea július 4-én, vagyis az amerikai függetlenség napján interkontinentális ballisztikus rakétát tesztelt. Az Egyesült Államok és Dél-Korea válaszul közös légi hadgyakorlatba kezdett. Magatartási kódexet íratnának alá az orosz hatóságok azokkal a non-profit szervezetekkel, amelyek a földközi tengert járják hajóikkal, hogy onnan menekülteket mentsenek ki, akiket aztán az olasz kikötőkbe szállítanak.
A csoportok felháborodással fogadták a felvetést. Azt mondják, Róma bűnözőknek akarja beállítani őket, pedig ők csak életeket akarnak menteni. Olaszország valóban egyedül maradt a bajban, és szüksége van a többi európai ország segítségére. De ez a magatartási kódex akkor is csak egy elkeseredett kísérlet arra, hogy bűnbakot találjanak a problémákra. Több alkalommal rámutattunk arra, hogy a tervezet több ponton sérti a tengeri jogot, és ellentétes a Genfi konvencióval is, mondja az egyik szervezet munkatársa. A 12 pontból álló tervezet egyebek mellett az embercsempészekkel való együttműködés tilalmát tartalmazza, emellett kötelezni a szervezeteket arra is, hogy a hajókon található nyomkövetőket ne kapcsolják ki. Egy másik követelmény pedig a finanszírozásuk átláthatóvá tételét írná elő. A migránsokat segítő csoportokat ugyanakkor leginkább az a kitétel háborította fel, amely feljogosítana az olasz rendőrséget arra, hogy rendvédelmi személy delegáljon a hajók fedélzetére. A rendőr feladata a megfigyelés és a bizonyítékgyűjtés lenne. Az ENSZ adatai alapján az idei év első felében nagyjából 80 ezer migráns érkezett Európába tengeri úton. Túlnyomó többségük, becslések szerint 85%-uk Olaszországban ért partot. Az olasz hatóságok azt állítják, 2017 első 6 hónapjában több migráns érkezett hozzájuk, mint 2016 azonos időszakában. Róma az évelején már azzal is fenyegetőzött, hogy le fogja zárni az olasz kikötőket a külföldi non-profit szervezetek előtt, amennyiben a többi uniós tagország nem vállal nagyobb részt a migrációs terhek elosztásából. Jelenleg 8 magyar tiszt szolgál a nápolyi parancsnokságon, közülük találkozunk 3-mal, ők kaptak engedélyt nyilatkozni. Ritkán engednek be ide tévéstábot, mégiscsak innen irányítják a világ egyik legnagyobb katonai szervezetét. Bárdos Antal ezredes, a nemzeti rangidős, otthon a kaposvári logisztikai ezred parancsnokaként dolgozott, de szolgált már Brüsszelben is, most Nápolyban a logisztikai és tervezési osztályt vezeti, már 4 éve. A logisztikai műveleti és tervezési osztálynak vagyok a vezetője, logisztikával foglalkozom, a műveletek tervezése, logisztikai támogatása, ezzel kapcsolatos mindenféle törzsmunka koordinálása, végzése, beszámoltatása, ellenőrzése, kidolgozása, ez mind-mind az én feladatom. A magyar katonák 3 vagy 4 évig szolgálhatnak egy-egy NATO beosztásban. A több nemzetiségű környezetnek a nagy előnye, hogy az ember nagyon sokféle nemzettel találkozik a napi munkája folyamán, illetve ezeknek a nemzeteknek megismeri a munkastílusát, a mentalitását. És nagyon fontos tényezője ennek a több nemzetiségű munkának, hogy meg kell tanulni együttműködni ezzel a sokféle nemzetiséggel, és a végén, a nap végén kihozni, illetve végrehajtani azt a feladatot, amit az előjáró ránk bízott. Ez nagyon nagyfokú rugalmasságot, empátiát, toleranciát igényel egyébként, viszont én úgy gondolom, hogy ez az egyik legszebb aspektusa ennek a több nemzetiségű környezetben eltöltött időnek. Mindenféleképpen. Gulyás György őrnagy 2013-ban kezdett Nápolyban dolgozni, korábban Budapesten a Honvédelmi Minisztérium tervezési főosztályán szolgált, osztályvezető helyettesként. Az én napi rutinomat is a tervezési ciklusok határozták meg, tehát tagja vagyok az összedérő nemi hadműveleti tervezői csoportnak, és attól függően, milyen tervezési ciklus indul el, én ennek a feladatnak szenteltem az időmet, tehát a tervezői csoportban tevékenykedtem több más kollégámmal együtt, illetve a többi parancsnoksággal együttműködve, ugye a hadműveleti terv elkészítése érdekében. Emellett a koszovói biztonsági erők felszerelése, felkészítése kapcsán létezik egy alap, pénzügyi alap, annak a felügyeletével foglalkoztam. A tisztek nápolyi szolgálati ideje most telt le. A következő hetekben újak érkeznek helyettük. Ezekre a munkahelyekre egyébként pályázattal lehet kikerülni, és 3 vagy 4 évig lehet egy-egy ilyen NATO beosztásban szolgálni. A magyar katonákról készült teljes összeállításunkat a Világhíradó külön kiadásában láthatják itt az ATV-n.